Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról meg tudunk, megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet a videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Kezdjük el, és nézzük meg akkor ebben a részben az első parancsolatot, amit úgy hívnak, hogy az első parancsolat, ez pedig kettő Mózes sem ott 20 fejezet, ami is így kezdődik, és szólá el a kém. Mindezeket az igéget mondván, én, Jahua, vagyok a te hatalmasságot, Istenet, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről a szolgálat házából. Ugye azzal kezdő, hogy elmondja, hogy ki is ő, és milyen jogcímen parancsolja ezeket a dolgokat meg Izrael házának, és mindazoknak az elegy népnek, akiket kihozott Egyiptomból. Természetesen 5 Mózes Deberim 5-ös fejezetben megismétli az úgymond 10 parancsolatot. Nézzük meg, hogy az, hogy kezdődik. És szólítam Mózes Mózes egész Izraelt és mondanékig. Hallgass meg Izrael a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra megcselekedvén azokat. Ugye figyelmeztetőket arra, hogy ez egy fontos része Jahuával kötött szövetségnek. Második verszak így szól. Jahuá, a mi hatalmasságunk, Istenünk szövetséget kötött velünk hóreben. Ugye ez a szövetség alapja. Nem a mi atyáinkkal kötötte Jahuá el szövetséget, hanem mi velünk, akik ímé e itt vagyunk, e mai napon minnyáján élünk. Mindazok, akik részei akarnak lenni ennek a szövetségnek azoknak ezt jó tudni. Színről színre szólott veletek a a hegyen, a tűz közepéből. Én pedig Jahua között és ti közöttetek állok vala abban az időben, hogy megjelentsem néktek Yahua beszédét, mert ti a tűztől féltek vala és nem menétek fel a hegyre, mondván. Én Jahua, ugye ez már maga, amit Jahua beszél nekik, én, Jahua vagyok a te hatalmasságod, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálatnak házából, szó szerint megismétni azt, amit kettő Mózesben is elmondott. Lényege az, hogy megismétli nekik Mózes még egyszer, ugyanis ez már a generáció, egyel az utáni generáció, aki ugye ott volt, amikor a Horeb hegyén megkötötték a szövetséget, elismétli nekik újra mielőtt bemennének az úgymond ígéret földjére, hogy ők is tisztában legyenek azokkal a követelményekkel, azokkal a feltételekkel és a szabályrendszerrel, ami a szövetség alapját képezi. Hiszen ha valaki nincs ebben ezzel tisztában, akkor nem tud a szövetség szerint élni, ami azt jelenti, hogy nem része a szövetségnek. Nézzük meg az első parancsolatot, az első úgymond szót, so bar. bár. Ne legyenek néked idegen isteneid, hatalmasságaid én előttem. És 5 Mózes 5, így szól, 7 vers, ne legyenek néked idegen hatalmasságaid én előttem. Rengeteget foglalkoztunk már magával az Isten szóval, és azzal, hogy Elohim vagy Elohim miért sokkal megfelelőbb erre a célra, mint maga az Isten szól, ami egy pogány eredetű kifejezés. Úgyhogy nézzük meg csak villámgyorsan azt a szót, ami ugye az itt idegen Istenét, hatalmasságaid, ez pedig nem más, mint... Strong's H430, Entry 1, Eloach, Eloach, Second Entry, Elohim, Elohim. And the third entry, Eloach. Eloach. Tehát ez a szó, ez többes száma, ugye az, az úgymond hatalmasság Isten szónak, és itt Istenként szerepel, ugye az angol God szó, mint maga a teremtő, ugye nagybetűvel, illetve mint egy köznév 244 alkalommal, de bíróként is szerepel. Mellesleg a jelentése többes számban bírók vagy uralkodók, isteni hatalmak, angyalok, istenek, vagy pedig isten, isten nő, valaki, aki isten szerű, ez a jelentése. Ha egy kicsit tovább ásunk, akkor megtudjuk, hogy Strong's H410. El. El. Hogy ez a szó L, ennek a többes száma Elohim, és ennek a jelentése, hogy L egyrészt Isten, ugye nagybetűvel, másrészt kisbetűvel, valamilyen erőhatalmasság, de a jelentése szintén hatalmasság vagy pedig istenszerű, vagy Isten, mint köznév. Tehát egy hatalmas ember, egy rangos ember, valamilyen hős, aki egy hatalmas hős, angyal, lehet Isten köznévként egy hamis istenség vagy hatalmasság. Ezért általában a hatalmasság szót érdemes használni, hiszen az Isten maga pogány eredetű szó. Ugye az egyértelmű innen, hogy amennyiben egyszer nagybetűvel, Egyszer kisbetűvel van írva, akkor ez, egy, ez egyszerűen egy köznévből képzett főnév, tehát ez nem lehet a megszólítása a teremtőnek, arról nem beszélve, hogy az Úr egyértelműen egy köznévből képzett név, úgyhogy ez nem lehet a neve, de ez a későbbiekben elő fog kerülni. Nézzük meg azt, hogy mit jelent az a szó, hogy idegen. Ha már azt megfejtettük, hogy maga az Isten, az sokkal inkább egy hatalmasságra utal egy, egy ember feletti ö, lényre, vagy egy ember feletti erőre, azon kívül, hogy, hogy emberre is ugye, használja alkalmanként, de mindenképpen egy hatalmasságra utal. Az idegen szó pedig, illetve ez a kifejezés nem más, mint. Strong's H312. Ehér. Ehér melynek jelentése annyit tesz, hogy másik, vagy egy másik, egy következő, és vagy egy különböző, vagy továbbá ennyit jelent ez a szó, ami ebből a szóból ered. Strongs H309 a hair. a hair Ami várakozást, késlekedést, Töprengést, vagy vagy valamiféle hezitálást, lemaradást, hátramaradást jelent. Vagy valaki azt, azt okozni, hogy valaki lemaradjon, vagy valakit eltéríteni, visszatartani, és késleltetni, várakozni, illetve víz, hátramaradni. Ez a szó alapjelentése, amiből ugye az jön, hogy másik. Úgyhogy ha figyelembe vesszük ezt is, akkor egyértelmű az, hogy ez az idegen szó inkább másikat jelent, hogy ne legyen néked másik hatalmasságaid, és hogyha megnézzük a szónak a szó tövét, ami ugye ezt a késleltetést jelenti, vagy akár azt, hogy valaki visszamarad, vagy eltéríteni valakit, akkor egyértelmű, hogy ezek az idegen hatalmasságok eltérítik a népet az eredeti útról, arról az útról, amelyre Jahúa a parancsolatai által ráhelyezte őket, és erről eltérítik, késleltetik az útját, megnehezítik, vagy pedig valamilyen formában korlátozzák az előrehaladását. Természetesen ugyanez szerepel 5 Mózes 5, Teberim 7-es versben, idegen hatalmasságait, idegen isteneit. Nézzünk meg néhány verset annak érdekében, hogy kiderítsünk valamennyivel többet arról, hogy miért is probléma ez az idegen hatalmasságok, és hogyan fordul elő a későbbiekben Izrael, illetve az elegy nép életében. Ha visszább megyünk, egy Mózes peresít, 35-ös fejezet így kezdődik. Monda pedig Elohim Jákobnak, kelj fel, eredj és telepedjél le ott, és csinálj ott oltárt amaz hatalmasságnak vagy Elohimnek, ki megjelenik néked, mikor a te bátyád Ézsau vala. Ugye, figyelmezteti arra, hogy ne feledkezzen el róla, hanem készítsen egy oltárt, ő neki, Elohimnek, a teremtőnek, és emlékezzen arra, az időre, amikor Ézsau elő menekült, és ő megsegítette. Akkor mondta Jákob az ő házanépének, és mindazoknak, akik vele valának. Ami azt jelenti, hogy már akkor is voltak más népek, amikor még Izrael vagy Zsidó a láthatáron sem volt. Mindig is egy úgymond elegy, egy mix, egy keveréke az embereknek követte a mindenhatót, és kötelező volt számukra a parancsolatok betartása. Így szól, az ő házanépének, és mindazoknak, akik vele valának, ami azt jelenti, hogy azok nem az ő házanépe, mégis vele voltak, mi a parancsolat számukra? Hányjátok el az idegen hatalmasságokat, akik köztetek vannak, tisztítjátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. Ami azt jelenti, hogy szabaduljanak meg, az idegen hatalmasságoktól úgy, hogy még a tíz parancsolat nem is volt a láthatáron sem. Szóval ez a probléma mindig is az elsők közt szerepelt, hiszen már Ábrahámnak is megparancsolta. Jahua nem osztozik a dicsőségen és nem osztozik a, a hírnevén, illetve az ő erejében, úgyhogy aki követni akarja az ő útját, az meg kell, hogy szabaduljon ezektől az idegen hatalmasságoktól, amik lehetnek szobrok, lehetnek csak egyszerűen más emberek, akikre úgy tekintünk, mint akik majd megmentenek minket, vagy segítenek, vagy a pénz, vagy egy munkahely, vagy egy autó, vagy bármi. Attól függően, hogy hogy gondol az ember erre a dologra. Így folytatja a hármas vers, és keljünk fel, és menjünk el betebe, hogy csináljak ott oltárt annak a hatalmasságnak, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, melyen jártam. Előbb volt vele, Jahua, és csak utána köszönte meg neki. Természetesen Ábrahám az első lépést mindig Jahua teszi meg, és azután feltételhez köti az ő szövetségét. Ugyanúgy, ahogyan Ábrahám esetében, mint ahogyan később Izrael és az egész világ esetében. Négyes vers így szól. Átadák ezért Jákobnak minden idegen isteneket, hatalmaságokat, kik náluk valának füleikből a függőket, és elássá azokat Jákob a cserfa alatt, mely seken mellett vala. Megszabadulnak ezektől az idegen hatalmasságoktól, hiszen ezek nem férnek össze Jahuának az útjával és az ő parancsolataival, és elindulának ötös vers, de Elohimnek rettentése vala a körültök való városokon is nem üldözik Jákob fiait. Amikor megtették ezt, és engedelmesek voltak, utána Jahua teljesítette az ő ígéretét. Így áll fel a szövetség. Hatos eljut azért Jákob Luzba, mely Kánán földén vala, azaz Betelbe ő maga, és az egész sokaság, mely ő vele vala. Tehát mindenki, aki a szövetség részese akart lenni, aki a pozitív oldalában, az áldás oldalában szeretett volna részt venni a szövetségnek, annak teljesíteni kellett a parancsolatokat, ez pedig az, hogy szabaduljanak meg az idegen hatalmasságoktól. Nézzük meg, hogy mi történik Mósé Mozes halála után és a parancsolatok átadása után. Ez 5 Mózes Teberim 31-es fejezet 15-ös vers így szól, megjelenik a a sátorban, felhőoszlopban, és megáll a felhőoszlop a sátor nyílása felett. Megjelenik a hua. És mondja a Mósának, Mózesnek, ímé te elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél, és idegen hatalmasságok után jár, paráználkodik azon a földön, melyre bemegy, hogy lakozzék azon, és elhagy engem, felbontja az én szövetségemet, hiszen a szövetség a parancsolatok betartásán alapszik, melyet én ővele kötöttem. Hogyan? Úgy, hogy megszegi a parancsolatokat. 17. De felgerjed az én haragom ő ellene azon a napon, és elhagyom őt, és elrejtem az én orcámat ő előle, hogy megemésztessék. Amennyiben az ember nem tartja be a parancsolatokat, nem engedelmes akkor a ja, hua sem tartja be az ő első részt, sőt elfordul az embertől, hiszen ő nem állhatja a bűnt. És mikor utóléri a sokba, és nyomorúság mondani fogja azon a napon, avagy nem azért érte engem ezek a bajok, hogy nincsen az én hatalmasságom én közöttem. És akkor a nyomorúságban jut eszébe az embernek, hogy azért történik ez vele, jó esetben eszébe jut, és hallgat rá, mert ha ja, hua elhagyta azért, mert ő az ember maga elhagyta a szövetséget azáltal, hogy nem követi a parancsolatokat. Az idegen hatalmasságok pedig az egyike ennek a parancsolatnak, és nem feltétlenül szobrokról van szó. Természetesen a keresztek, a különböző Mária szobrok, meg mit tudom én milyen dolgok, azok nyilván ebbe a kategóriába esnek. Azonban minden, amiben az ember bízik, a hua Elohimen kívül az minden lehet egy idegen hatalmasság, vagy egy bávány. A következő fejezet 5 Mózes Deberim 32-es, így szól 15-ös vers, és meghízott ilyen soron, és rugodzott, meghíztál, megkövérettél, elhályosodtál, és elhányja Elohimet teremtőit, megveté az ő üdvösségének kőszikláját. Ugye, amikor az embernek jól megy dolga, akkor derül ki igazán, hogy hol van a szíve, és engedelmes marad és továbbra is szolgálja egy a Huát, vagy pedig, ugye, mint ahogy ebben az esetben elbízza magát, és elhagyja a Huát. 16 idegen, ide, ö, istenekkel, hatalmasságokkal ingerelték, utálatosságokkal bosszantották, és természetesen elfordulnak tőle, mint ahogy ma is a világ túlnyomó többsége, és ördögnek áldoztak, ez ugye, az izlámtól elkező a kereszténységig mindenki nem Elohimnek, hatalmasságoknak, akiket nem ismertek, újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok. Mindazok az új hatalmasság, amelyekkel az ember megismerkedik, ugye, az, 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 az univerzum, az erő, Buddha, Jézus, vagy az Úr, ezek mind-mind ebbe a kategóriába tartoznak, és ez teljes mértékben egy utálatosság a huának, és, 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 ez elfogadhatatlan a szövetség felbontását jelenti, illetve azt, hogy ő elfordul az embertől. Józsué 24-es fejezetje a 24-es fejezet így szól, Hussa Józsué pedig mondta a népnek, nem ki a huának, mert Szent Elohim hatalmasság ő, féltőn szerető Elohim ő nem bocsátja meg a ti és bűneiteket, hogyha elhagyjátok Jakuát és szolgáltok idegen hatalmasságoknak, isteneknek, akkor elfordul és rosszal illet benneteket és megemésztiteket, minek utána jól cselekedett veletek. Egyértelmű az, hogy a szövetségre utal vissza arra, hogy megkapták azokat a feltételeket, úgymond, és instrukciókat, amelyek alapján az ember részese lehet ennek a szövetségnek, amennyiben ezt meg, megszegi, el fog tőlük fordulni a hua. Az idegen hatalmasságok pedig, bár az emberek túlnyomó, az, az, esetek túlnyomó többségében manapság tudatlanságukban teszik ezt, de, de természetesen vannak, akik, akik lázadásból, vagy tudatosan, vagy egyszerűen csak nem érdekli őket, de mindenki, aki máshol keresi az igazságot, vagy a boldogulást, vagy pedig a nyugalmat, az, az rossz irányba halad, és Jehua az egyetlen, aki valóban segíteni tud az emberek, hiszen ő az egyetlen teremtő, aki létrehozta az eget a földet, és mindent benne erre hívja fel a figyelmet Jehusa Józsué, hogy ne forduljanak el tőle, hiszen ő szereti őket, ugyanúgy szeret mindenkit, aki az ő szövetségében jár, de nem bocsátja meg a védkeket és bűnöket. Következő pedig Safetim, Birák könyve 10-es fejezet lesz, 15-ös vers, is így szó pedig Izrael fiai a huának védkeztünk, cselekedjél úgy velünk, mint a, amint jónak látszik a te szemeid előtt, csak most az egyszer szabadíts meg minket, kérünk. Na, ugye, mint ahogyan mindannyian, egyszer az életünkben, vagy többször, amikor baj van, akkor visszatérünk a, az igazi szövetséghez és a huához, és tőle kérünk segítséget, hiszen tudjuk azt, hogy ő az egyetlen, aki megmenthet minket, legalábbis gondolom az emberek egy része így van ezzel, amikor probléma van, akkor visszatér, mint ahogyan visszatért a tékozó fiú is. 16 os és elvetették magutól az idegen hatalmasságokat, és szolgáltak ja Huának, és megesett az ő szíve Izrael nyomorúságát. Ugye, amikor probléma volt, elvet, mi volt a probléma? Az, hogy idegen hatalmasságok után jártak, amelyek nem tudtak segíteni rajtuk, hiszen ez a probléma ma is. Az emberek mindenhol keresik az igazságot, csak ott nem, ahol az van. Ezért olyan az életünk, ezért olyan a világ, amilyen. Hiszen másfelé rohangálunk, mindenhol keressük a Jézus, aki eltörölte a törvényeket, az Úr, aki mindent, mindenkit szeret, Buddha, aki megmondja a, az igazat, meg az összes többi. A probléma az, hogy ezek mind idegen hatalmaságok, és nem tudnak segíteni. Jahua az, és Jahusá a vetett hit az, ami segíthet nekünk, amennyiben a szövetségben járunk. Ez pedig első Sámuel, Smuel Alef, 7-es fejezet, és így szól a második vers. És lőn, hogy attól a naptól fogva, Kirját Jerimban hagyták a ládát, sok idő eltelék, tudni, 20 esztendő, és Izraelnek egész háza siránkozik hua után. Ugyanúgy, ahogy eddig, mikor a probléma felmerül, akkor az ember visszatér Huához, addig pedig elfelejti hármas vers ízós Möel Sámuel pedig szól a Izel egész háza, az mondaná, ha ti teljes szívetekből megtértek, ugye ez 5 Mózes 6, 4-től 6-ig, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőből a Jehuát. Erről beszél, ha ti teljes szívetekből megtértek Jehuához, azaz valóban, valóban az ember engedelmesen és alázatosan megtér, és bocsánatot kér a bűnért, és eltávolítjátok magatok közül az idegen hatalmasságokat és astarótot, ami ugye angolul Easter, azaz húsvét ünnepe és minden ahhoz kapcsolódó utálatosság, és szíveiteket elkészítitek ki a huának, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. És mit csinál Izrael? Elhányják azért Izrael fiai a báványokat, astarótot, és csak ki a huának szolgálának. Tehát az idegen hatalmaságok végestelen végig problémát jelentenek, és ha belegondol mindenki, akkor láthatja azt, hogy ahogy haladunk a tíz parancsolaton, az ellenség úgy építette fel a világot, hogy mind a tizet teljes erőből támadja. Ezért van minden utcas egy, egy mesztelen szobor, vagy egy felöltöztetett szobor, vagy egy jel, vagy egy logó, vagy egy márka, vagy egy akármi, és az embernek teljesen mindegy, hogy merre néz, mindenhol egy-egy báványt lát. Aki azt gondolja, hogy egy-egy sportmárka, vagy ruházati márka, vagy automárka nem lehet bávány, az igenis téved. Ugyanis az is ugyanúgy lehet idegen hatalmaság, mint ahogy, ahogy egy szobor, vagy akár, akár a kereszténység, bármelyik istene, vagy buddhizmus, vagy a hinduizmus. Én azt javaslom mindenkinek, hogy olvassa el ezeket a fejezeteket, át, hiszen rengeteg információ is mondani való van ezeken kívül ezekben a fejezetekben, és rengeteget lehet tanulni arról, hogy mi is az, amit a HUA akar, hogyan tudunk engedelmesek lenni, alázatosan szolgálni őt, és mi az, ami az ő szövetsége, mi az, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy mi részesei legyen, legyünk ennek. Ennek feltételei vannak. És ez egyáltalán nem olyan egyszerű, ahogyan azt a, az úgynevezett kereszténység beállítja, az általában a legtöbb keresztény gondolja. Ugyanez a probléma végestelen vég az egész könyv folyamán. Aki akinek nyitva van a szeme és az értelme, az láthatja azt, hogy a probléma mindig ugyanaz volt. Elhagyta az ember, a hua útját, a hua elfordult tőle és utána onnantól kezdve egyre távolabb és távolabb sodródik az emberiség, mire eljutunk a mai napig, amikor az emberiség túlnyomó többsége már tudomás sem akar venni róla. A helyzet Jeremiahu Jeremiás 7-es fejezetben ennyire azért nem rossz, ötös ös mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ugyanúgy, ahogy az előzőben az javasolta nekik, hogy szedjék össze magukat, és térjenek meg teljes szívükből, azaz úgy is cselekedjenek, hiszen nem elég az, hogy mondják, vagy gondolják, hanem úgy is kell cselekedniük, ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között, ha jövevényt, árvát, özvegyet meg nem nyomorgatok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontatok, ugye ezek ugyanúgy részei az ő törvényeinek, még akkor is, ha nincsen benne a tíz parancsolatban azonban nem csak 10 van, hanem van számtalan, illetve 613. De, de a 10 az, amiről most beszélünk, de az összes többi épp olyan fontos számára. Mi a következő? És idegen hatalmaság után sem jártok a magatok veszedelmére, hiszen ezeket a bűnöket az ember a saját maga kárára követi el. Amennyiben elköveti, megszegi a szövetséget és az áldás helyett az átok az, ami rászáll, és utána keresheti a visszavezető utat, hiszen Hua elfordult tőle. Ez az, amire Jeremiahu, Jeremiás figyelmezteti, de az összes proféta erre figyelmezteti. Minden oldalán a könyvnek erről van szó. Tér vissza a parancsolatokhoz, különben nem lesz a szövetség áldása rajtad, hanem annak az átka lesz rajtad. Úgyhogy aki pedig részese akar lenni, csatlakozni akar, egyszerűen csak kövesse a törvényeket. Azonban a világ az ellenség irányításával nehézé teszi ezt. Mi az, ami ebből következik, ha valóban megtérnek és megjobbítják az útjait, útja, útjaikat? Hetes, akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáidoknak adtam öröktől fogva, mindörökké akkor fog visszatérni az életünkbe. Miért gondoljuk azt, hogy most élhetünk bárhogyan, akárhogyan, a saját törvényeink szerint, a saját fejünk után megyünk, és ő még mindig velünk lesz, mikor megmondta folyamatosan, hogy ez nem így van. Rengeteg időt el lehetne tölteni az idegen hatalmasságok és az idegen istenek vizsgálatával, hogy hogyan jelenik meg ez a probléma az írás során, azonban, erre a néhány versre szerettem volna koncentrálni, és szerintem egyértelmű ezekből is, hogy mi az, amire gondol, mi is az, amit tennünk kell, és akit jobban érdekel a téma, rengeteg videót talál az oldalon, illetve a csatornán, amit megnézhet, nem csak ezzel kapcsolatban, hanem minden mással kapcsolatban, amit, amit a parancsol, és hogy hogyan vehetünk részt az ő szövetségében, és hogyan kell élnünk ahhoz, hogy ő úgy tekintsen ránk, mint az ő gyermekeire, ezért gondoltam, hogy nem töltök el több időt ezzel a parancsolattal, és egyikkel sem igazából, mert megpróbálom rövidre fogni, és csak a lényeget elmondani. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!